estét kívánok a Kultúrcsap nézőinek, akiket ma erdélyi kultúrkörképpel várunk. A most következő közel fél órás műsorunkban szólunk a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának Showkész című mini évadáról, a Marosvásárhelyi Haller József képzőművész emlékkiállításáról, és arról, hogy március 15-én a Hegyen innen, Hegyen túl című előadásával ünnepelt a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes. Mutatjuk a részleteket. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezésének napján bemutatta a Hegyen innen, Hegyen túl című előadását. Megtudtuk, hogy mik azok a hasonlóságok, illetve különbségek, amik a gyimesi csángok és a felcsíki székelyek között felelhetők. A Hegyen innen, Hegyen túl műsorunk a gyimesi csángok és a csíkvármegyei székelyek közötti hasonlóságot és különbségeket sorjázza. Táncban, zenében, énekben, életformában. És úgy gondolom, hogy aki ezt a műsort megnézheti, az rájön arra, hogy sokkal több közöttünk a hasonlóság. És valójában ezeket a közös dolgokat kell egymásban keressük. Közös örömöket és közös gyökereket. Úgy gondolom, hogy nem csak Hegyen innen és túl, hanem az operenciás tengeren túl is meg kell találni minden magyart, és azt üzenjük ma március 15-én, hogy meg kell találjuk egymásban a szépet, a jót, a közöst, és a közös jelent és a közös jövőt. De hát ezek a gyökerek meg hasonlóságok és szeretnivaló örökségek adják rá a lehetőséget, csak meg kell találjuk egymásban. A műsort dr. Farkas Balázs első beosztott konzul kezdte meg ünnepi beszédével, majd a Nagy István Művészeti Liceum vegyes karok kápráztatta el a közönséget énekhangjával. Az előadásnak 2009-ben volt az ős bemutatója. Az évek során több alkalommal is változott, illetve bővült, de az üzenete ugyanaz maradt. Meg kell találnunk egymásban a közöst. A szereplőket teltház fogadta. Többször játsztuk ezt az előadást itt Csíkszeredában és Falvakon is, és az a tapasztalatom, hogy a közönség vevő erre a műsorra, és az üzenete is átmegy, hiszen a régi világból merítettünk dolgokat, tehát hogy ahogy őseink éltek, és mai napig is, ahogy az idős emberek ma még élnek, gazdálkodnak, vagy éppen a mezőn vannak, és úgy gondolom, hogy ez a mai világban is megállja helyét. Változatos táncokkal, humoros jelenettel, különféle népdalokkal és sajátos hangszerek használatával lett még színesebb az előadás. Nekünk a dalkincsünkben, úgy a gyimesi csángoknak, mint a székelyeknek vannak olyan dalamaink, hogy a medvés. És a medvék találkozásánál, táncánál, nászánál, játékánál a medvés dalamokat játszottuk, és azoknak a változatait. És az egész műsor arról szól, hogy zeneileg és népdalkincsben is, és táncdallamokban is, hogy bemutatjuk azokat a hasonlóságokat, vagy igen kis különbségeket,
Tehát párhuzamot állítunk a két tájegység között, és ennek megtaláljuk a dallam és énekelt dallam párhuzamait is. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes a továbbiakban is készül előadásokkal. Legközelebb május 17-én a Csürdöngölő gyermek és ifjúsági néptánc találkozót szervezik meg. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata idén ünnepli 72. születésnapját. Ennek alkalmából Showkiz néven mini évadot szerveztek, amelynek keretében az újonnan bemutatott, valamint az utóbbi évek kulcs előadásait sorakoztatta fel. Abban a kulcs pillanatban vagyunk, így a Showkiz elnevezéssel, amikor egy nagyon elmélyült önvizsgálatot kell tartanunk, tükörbe kell néznünk, hol tartunk, hogyan dolgozzuk fel azt, hogy nagyon rövid idő alatt fölfutott ez a színház, hogy bekerült a szerénytelenül a fontos színházak közé. És ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, ahhoz és meg tudjunk újulni, ahhoz egy pillanatra meg kell pihenjünk, és kell beszélgetnünk arról, hogy mit, miért csinálunk, hogyan, és igazán ez a 6 nap erről szól. Az emberi élet, és ezen belül a színház létezése, munkája, az hétköznapokból áll többek között, tehát ahol próbák, munka, gondolkodás, gyötrődés, és annak eredménye mondjuk egy bemutató, ami önmagában egy ünnep. Egy ilyen fesztivál pedig, mint a Showkiz, az pedig egy külön kiemelt időszak, ahol képes egy társulat, egy közösség, egy színház összegezni az eddig bejárt utat, azokat az eredményeket, sikereket és kudarcokat adott esetben, amiket megélt, és ebből a tapasztalatból tudja fölmérni, hogy hol tart, és tud tovább lépni, úgymond építeni a jövőjét. Ez a társulat, és hát a társulat vezetése is Keresztes Attilával, Gáspári Katilával együtt egy nagyon őszinte és nagyon komoly, mély keresésben van, tehát ami nem elsősorban arra irányul, hogy egy könnyed szórakoztatást nyújtson a közönségnek. Természetesen az is fontos, hogy el tudjon emelkedni a néző a mindennapok szürkeségétől, de legalább annyira fontos, ahogy látom az eddig látott előadások alapján, hogy mélyebb létkérdésekre, lelki, egzisztenciális kérdésekre kérdezzen rá, vagy hát problémákra kérdezzen rá, és valahogy ráébressze az embert, magát a társulatot arra, hogy a létünk, az életünk az kicsit ugye Sisyphus mítoszra gondolva, amit ugye Örkény is megfogalmazott egy gyönyörű eszéjében, hogy az életünk egy nagy kőnek a görgetése, ami hát egy életre való feladat, de a gyönyörűsége abban áll, hogy amikor fölgörgettük ezt a követ, az életünk nagy kövét, és ez a kő visszagurul, van erőnk és van hitünk, hogy ezt újra elkezdjük és csináljuk életünk végéig. Lehet, hogy ez most nagyon metaforikusan hangzik, de én azt látom, hogy ez a társulat képes erre és erre törekszik. Tehát, és nem egyformán. Tehát, hogy minden eddigi egy előadás, amit láttam, különböző megközelítéssel, nyilván a rendezőtől is függ, hogy mit vár el, milyen módszerrel dolgozik velük, de nagyon sokféle szint, nagyon sokféle megszólalási módot láttam eddig a színészek részéről, úgyhogy tehát nagy élmény mindenképpen. Minden előadást szakmai beszélgetés kísért, amely a nézők számára is nyitott volt, bárki részt vehetett azon, és megkaphatta azokat a bizonyos kulcsokat, amelyekkel jobban értelmezheti a látott darabokat. A néző az egyéniségre akar jönni. Bármilyen szomorú, nem X-nek a színházába, vagy Y-nak a színházába,
Ugye itt trendi van mondani, hogy X-nek a színháza, vagy Y-nek a színháza, és arra, jaj, mi arra megyünk. Nem. A közösség elsősorban az első mozdítója az, hogy komédia, vagy vígjáték, és a második az, hogy ki. És hogyha ez így van, és remélem, hogy így van, akkor nekünk nagyon fontos a színésznek az önálló egyénisége. Mert Shakespeare megírta, ott van, újra fordíthatjuk, de engem az érdekel, hogy X és Y hogyan játsza el Hamletet, vagy Yorikot, vagy nem tudom, melyik Shakespeare szereplő. Az önképünk az ettől talán, hogy mondjam, szilánkosabb lesz, és akkor azt újra össze kell rakni. Nem baj az, hogyha valami nem jó, vagy valami kifogásolni való van, mert arról lehet beszélni, azt lehet, meg lehet vizsgálni. Tehát, hogy igazán a színház, nincs tökéletes színház. Ez a maga a műfaj, a keresés, a kísérletezés útján kell haladjon. Másként nincs értelme. És ez ennél jobb lehetőség, hogy mi magunk teremtünk ennek fórumot, talán nincs is. A hatnapos eseményen a Tompa Miklós Társulat 8 színházi produkciója került terítékre. A showkész a Rádó Efrém rendezte Részegek című előadás bemutatójával kezdődött, de látható volt az Uniter díjas Nyugalom című előadás, ahogyan a klasszikus Macbeth is. In Memoriam Haller József címmel emlékkiállítás nyílt Marosvásárhelyen, a neves képzőművész Haller József munkássága előtt tisztelegve. Az elismert művész múlt évben bekövetkezett halála óta, ez az egyik legátfogóbb, a művész teljes munkásságát bemutató reprezentatív emlékkiállítás. Ahogy a kemény ceruzában megbúvik a puha grafit, a frissen ácsolt keresztfában már Jézus lelke lakozik. A Golgota fehér porában, akár a friss papíron, vonalat húz szenvedő teste, s nyomában lehelet finom rajzok maradnak, mert ennyi a feltámadás. A halban önmagára ismer végül a haldokló halász. Alig tapintja meg a holdat, alig érinti meg az eget, tintába mártott szárnyú fecske cikázik fejünk felett. Meg sem karcolja életünket, csak éppen, hogy végig suhint, s átadja mégis, amit érzett, míg köztünk volt a földi kint. Valahogy így kellene élni, látszólag érintetlenül, mert amikor a nap lenyugszik, a hold majd úgy is fölmerül. Írja Markó Béla Haller József emlékére Vonalak című versében. Haller József sokoldalú, mindegyre megújulni képes alkotó volt. Egyetemi végzettsége szerint szobrász, de valójában grafikus, festő, díszlet és bábtervező, könyvillusztrátor. Egyfajta modernkori polihisztor, akinek mindig volt megszívlelendő üzenete. Haller József nagyon is tudatos, töprengő, kísérletező művész volt, elsősorban grafikusként ismertük, de paszteljei vagy olajfestményei ugyanazt a szabadságvágyat mutatják, sőt, nem csak a vágyat, hanem a rabságba bújtatott lélek kiszabadításának útjait, módjait is. A fehér papír például valami olyasmit jelenthetett számára, mint Ady Endre Makhó alatt című versében a behavazott mező. Most tél van, s szegény magmagam, megnémítva és behavazva, rendeltetés hitével őrzöm meg tavaszra, igazimnak sarjadásáig. Olyan különös óvatossággal, azt is mondhatnám, gyöngétséggel nyúl anyagához,
mintha nem akarná felsérteni vagy megsebezni, mert tudja, hogy alatta van valami, ember vagy Isten, és pontosan tudja azt is, hogy hol van a papír, a vászon vagy a fatábla melyik részén. A maga módján magányos volt, mint a hosszú távfutók, neki hosszú pályája volt, mint a művészek, de ugyanakkor szerette a társaságot is, és vidám ember is volt. Én elsősorban azokra a mozzanatokra emlékszem, azokra a képekre, amikor a teljes lelkéből és szívéből nevetett, és tudott nevetni a gyarlóságaim is, az övéin, az miénken is, tudott az életnek a groteszségén is, ugyanakkor csomó drámai érzés is eltöltötte, a tragédiához is érzéke volt. Ezeket nem csak a festményein, nem csak a grafikáin, ezeken a csodálatos tollrajzokon tudta kivetíteni önmagából, hanem azon a 4 évtizedes bábművészeti pályán is, amihez neki nagyon sok köze volt. Egyszer egy rendező, aki az Ariel Színházban, a Báb Színházban hallott nekem a bábművészetről, és arról az 50 évről, ami akkor, amikor beszélgettünk, a Báb Színháznak a múltját jelentette, és az akkori jelenét, és azt mondta, hogy a bábművészetet nem a rendező, nem a báb mozgatók határozzák meg, hanem a báb létrehozói. Haller József, ahogy szerette mondani, báb szobrász volt, és itt jött vissza az a pálya, a kezdet, amivel ő indult, hiszen ő szobrászként indult, és azután váltott át, és ő lett grafikus, majd festőművész, és teljesedett úgy ki, mint általában a reneszánsz emberek, hogy ehhez is értett, ahhoz is értett, ebből is magából szívott tudást abból is, és így lett teljes a kép Haller József. Nem csak a kiállítás, de én otthon is tele vagyok érzésekkel, mert minden munkája olyan volt, és annyi örömet szerzett nekem, és én nagyon-nagyon sok munkáját csak most ismertem meg, miután meghalt, mert ő, amit úgy gondolta, értem magbában, és most ismertem meg igazából. Sajnos nagyon jó lett volna, ha hát ezeket a képeket mondjuk, amik itt nem vannak, ezeket mind ismertem. De soha nem dicsekedett a férjem, de tudatában volt annak, hogy mit alkot. És összesen azt hiszem, én legalábbis úgy emlékszem, hogy 2-szer volt olyan alkalom, hogy meg valamiért nem vezekedtünk csak, és akkor elhatároztuk, hogy soha nem fekszünk úgy le, hogy haragudjunk egymásra. Soha-soha olyan nem volt. Én azt hiszem, hogy itt hagyta az élete értelmét, itt hagyta a szellemét, itt hagyta azt a sok-sok tudást és tehetséget, amivel rendelkezett, itt hagyta azt az emberséget, amit a munkái keresztül szeretett volna elérni, népszerűsíteni, terjeszteni, és még egy csomó mindent, ami művelődéstörténet is, ami az emberi művészi értékek tárházából előhívható, és ugyanakkor azt az érzékenységet is, és azokat az életérzéseket, amelyek bennünk múlt század végi, mostani 21. századi emberekben van, ami izgat minket, ami nem hagy aludni, ami örömmel tölt el, és így még lehetne sorolni, hiszen ezek a képek annyi emberi tulajdonságot, annyi értéket mutatnak fel, és persze nekem személyesen hagyott egy csomó emléket, hiszen én nagyon régóta ismerem, és gyakran megfordultam a műtermében, sok kiállítását nyitottam meg. Ez nekem is egy nagy megtiszteltetés volt, ugyanakkor, mint mindig, tanulásra is alkalom, hiszen ahány kiállítást próbál az ember
önmagáévá tenni, annyival lesz gazdagabb. Olyan hamar elfelejtik az ember. Ő a Bábszínházban 40 éve dolgozott, és rengeteg munkába került. Otthon tervezett, mert az egyik 4 gyerekkel voltunk utoljára, 4 szobában, de azelőtt 2 szobában, 3 szobában, és otthon az asztalnál, most is előttem van, ott tervezett, ott dolgozott, mert nem volt máshol hol dolgozni, a tervezni nem tudott, csak otthon bábukat. Szilágyi Domokos, a festő halála. Te is megszöktél, ecsetek, színek, fények, vásznak elől. Amint tárgyá váltál, alakjuk vesztik számodra a tárgyak, idomtalan idomok suhannak kilobbant szemed előtt. Üres nyomot kong az utcakövön, barátod az árnyékoknak előre köszön. Keresd majd föl a festő külön poklát, adj enni az éhen halt Derkovicsnak. Megmosdatnak, talán zene is szól majd. Anyókák mondják, milyen szép temetés, adjon az Isten nekünk is ilyet. Kislányok tág szemében könny leszel, asszonyok arcán riadt rémület leszel, egy darabig még szerves fájdalom leszel. Hát hadd gyászoljuk még egy percig halálodban halálunk. Az In Memoriam Haller József emlékkiállítás még szombatig látogatható a Kulturpalota galériájában. Én köszönöm ma esti kultúrcseppes figyelmüket. Jövő héten is számítok önökre, amikor majd azt kutatjuk, hogy hogyan elevenedik meg a kortárs költészetben Jézus szenvedés története. Találkozzunk jövő csütörtökön este 8:30-tól itt az Erdélyi Magyar Televízióban.